A Honvéd elleni győztes idényitó után nem úgy alakult a következő két meccs a kékcápák számára, ahogyan azt szerették volna. Az oroszlányi vereség még benne volt a pakliban, de aztán Budafokon is kikapott a Blue Sharks. Igaz, azóta a HEP kupában magabiztosan léptek tovább a nyíregyházyak, majd egy tiszaújvárosi edzőmeccsen is szórták a kosarakat a játékosok. A bajnoki tabellán azonban 1-2-es méleg áll a csapat neve mellett, így a szakvezetés érthetően többet vár a játékosoktól a folytatásban. A második vereségünk után volt egy beszélgetés a csapat között, és illetve játékosok, edzők, mindenki között, és bíznék abban, hogy egy picit azért a játékosok is jobban átérzik, hogy milyen jelentőséggel bírnak az alapszakasz mérkőzések, és nagyon remélem, hogy ez meg fog látszódni már a következő mérkőzésen. Mondhatnám azt, hogy jó formában vannak, de igazából az előző mérkőzés előtt sem éreztem az edzésen problémát. Remélem, hogy ez majd megmutatkozik a keddi mérkőzésen, és bízom abban, hogy kiteszik azt a fiúk a pályára, amit meg szeretnének mutatni mindenkinek, hogy miben léptünk előre. A Vasas ellen van miért visszavágniuk a nyíregyháziaknak, hiszen a legutóbbi szezonban végletekig kielezett párharcban a fővárosiak ütötték el őket a négy közéjutástól. Ráadásul bemutatkozik a hazai közönség előtt az amerikai légiós Kajelak is. Mindenképpen jelenthet mindkettő plusz motivációt. A pályára lépő légiós nem kérdés, hogy segítségünkre kell legyen, de ha valakinek nem jelent plusz motivációt az, hogy a Vasas ellen talán visszavághatunk az elmúlt évben elért mindenért, akkor nagy probléma van, hogyha ezt valaki nem érzi. Úgyhogy nagyon bízom abban, hogy vissza fogunk tudni vágni kedden a Vasasnak. Nagyon keményen védekeznek, és igazából behúzódnak a gyűrű alá, és ha nincs külső kosár, akkor nagyon nehéz feltörni ezt a védekezést, viszont nagyon fontos, hogy megfelelőképpen védekezzünk, megszerezzük a lepattanó labdákat, és gyors játékkal tudjuk megakadályozni azt, hogy a Vasas meg tudja szervezni a védekezésüket, és meg tudják oldani ezt a bizonyos behúzódó védekezést. A Nyíregyháza Blue Sharks Vasas Akadémia mérkőzés kedden 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig szerdán 21 órától láthatják a találkozót.